Itt vagyok az iskola mellett, a kinti betonos foci, illetve kosárpálya látszódik itt kint. Ez maga az iskola, és mögöttem pedig egy hajléktalan bácsi zörög a csomagjával. Közben meg is pillantottam a bejáratot. Nyomjuk! A csepeli Csikó sétányon található a volt Görgei Artúr általános iskola, ami immáron 2003 óta elhagyatottan romosan áll a sétányon, a lakótelep közepén. Az iskolát a bezárása előtt 3 évtizeddel, egészen pontosan 1983-ban nyitották meg, ami az egyik legmodernebb oktatási intézménynek számított a környéken. Igény is volt rá, hiszen az akkoriban rohamos fejlődésnek indult területeken gombamód nőttek ki a panelépületek, így az ide költöző családok gyermekeinek elengedhetetlen volt egy új iskola nyitása. Az iskola eredeti neve Csikó Sétányi Általános Iskola volt, ami csak később, a rendszerváltás után vette fel Görgei Artúr nevét. Anyaggyűjtés során az interneten találtam az épületről, illetve az egykori diákokról korabeli videót, amin az 1986. évi farsangi ünnepség és az 1991-es ballagás is látható. Ekkora jelenlévők még nem tudták, hogy a szeretett iskolájuk néhány év múlva az enyészeté lesz. Az iskola a fénykorában közel 1000 gyereket foglalkoztatott, de a 90-es évek végére már csak alig 200 tanuló járt ide. Az iskolában 2003-ban végleg kicsöngettek. Az intézményt és területét az akkori önkormányzat eladta egy Kft.-nek azzal a céllal, hogy ott majd lakóházakat építsen, csak hogy mint utólag kiderült, a területen kizárólag intézményt, iskolát vagy óvodát lehet létesíteni. Patthelyzet. Az iskolával kapcsolatban az elmúlt években rengeteg cikk született, és időközben az ügybe belefolyt a politika is. Németh Szilárd 2012-ben bejárást tartott a romos iskolában. Ekkori elmondása szerint a jelenlegi önkormányzat mindent megtesz annak érdekében, hogy visszakapja egykori iskoláját, és hogy végre valami előremozdulás történjen az évek óta egy helyben álló ügyben. A tantermek tele vannak törmelékkel és üvegszilánkkal, az egykor gyermekzsivajtól hangos tornateremben tonnányi szemét és kiégett, összetört faanyagok hevernek szanaszét. A hatalmas terem közepén fent egy ponyva volt kifeszítve, amit ha leengedtek, egyszerre akár két osztálynak is hely tudott adni a csarnok. Az épületből a tolvajok már régen kinyerték az eladásra való fémet, a megmaradt faanyagokat az aulában és a folyosókon lévő lambériát pedig az itt lakó hajléktalanok tüzelték el. Németh Szilárd a hivatalos bejáráson szinte helyiségről helyiségre menetelve mutatta be az épület pusztulását, ugyanis a 90-es évek végén ő volt az iskola igazgatója. Az épület kálváriája azonban hamarosan véget érhet. Mikor végeztem a forgatással és éppen kifelé tartottam, az iskola mellett egy táblára lettem figyelmes, amin ez állt. Rendbe tesszük a volt Görgei iskola területét. Így szólt Csepel polgármesterének, Borbély Lénárnak a felhívása. A tábla a tereprendezés megkezdését 2019 elejére időzíti, csak hogy február 5-i látogatásomkor ennek egyelőre még semmi nyomát nem tapasztaltam. Itt fogok bemenni a foci pálya mellett, de hogy látom, le van rácsozva, illetve deszkázva az iskola. Remélem lesz egy
rejt egy kis zug, ahol be tudok menni. Így a bontásról szóló hír hallatán eljöttem ide. Amúgy itt már voltam egyszer, akkor nem készítettem videót. Itt be is lehetem mászni, de talán az udvarról nyíló bejárat nyitva van. Talán 3 éve, 2015-ben voltam már bent, de akkor csak pár fotót csináltam telefonnal. Szóval eljött az idő annak, hogy megnézzem az iskolát. Ugye egy udvar volt itt, gondolom itt volt a sorakozó, a játszótér, az ünnepségek, vagy az ünnepségek általában a pályán szoktak lenni, oda le is tudtak ülni a gyerekek. Ez meg valami kút, vagy szerintem igen, ez valami kút lehetett, igen. Jelent, hogy tudtak inni a gyerekek, és lehet, le tudtak oda ülni, és jól álltam, akkor be is tudok menni. Aha, ott fel van feszítve ez a fa. Ugye főbe jártam a másik oldalomban, ezt vágóképekben megmutatom nektek. Így néz ki, gyerekek, az iskolának a aulája. Az egykori Görgei Artúr Csikósétányi általános iskola aulája. Hogy esetleg olyan ember is nézi a videót, aki ide járt suliba, hogy itt volt tanár, vagy karbantartó, vagy konyhás, vagy takarító, írjon kommentet. És hogyha van esetleg régi fotója, akkor küldje már nekem Szellemvárosok Facebookjára. Nem is tudom, hol kezdjem. Van nálam egy GoPro, de szerintem nem fogom feltenni, mert nincs sok értelme, de majd egy pár váhóképet ezzel csinálok. Na, ilyen lehetett valaha ever a régi szék. Kreszti a széket ellopja, száraz ágon csúszson a pokolba. Na. Általán a suliban meg én is ültem ilyen székeken. És hogy pontosan melyik helyiség mi volt, azt tudja megmondani, aki itt járt suliba. Itt ugye van egy tök jó kis ilyen tér, az épület között ki van alakítva, ilyen kis levegőztető, szerintem ilyen kis udvarnak hívhatták. Tök jó néz ki az, hogy itt kinőttek a fák már. Basszus. Régi pad is itt van még. Meg ilyen virágtartók kőből. Menjünk be, aztán nézzünk szét errefele. Kíváncsi vagyok, milyen helyiséget ismerek fel. Ezt nem tudom, hogy ez egy osztály volt, vagy talán 2 darab osztály volt, és el volt választva. Na, akkor arra fele menjünk el, aztán másik fele, aztán emelet, nem is tudom hány emelet van, talán 2 vagy 3. Jó, álmennyezet is, hogy kezd leesni, azt kapjátok ki. Tartja magát még ez. Úgyhogy, hogy be vannak rácsozva az ablakok, mondjuk nem értem, minek lehet, hogy ezt a bezárása után egyből berácsozták, nehogy könnyen bemasszanak, vagy kifosszák, de hát mint látom, nem sok értelme volt. Kábeleket ide hordták, gondolom az ilyen rezet már így kifejtötték belőle. Most ez talán ez volt az étkezője. Ahogy látom, ilyen csemp is, ilyen mosdótálak lehettek. Itt is ilyen csempés. Ez volt a konyha. Igen. Tipikus ilyen
Icarus busz padlózat van. Ez volt a konyha, igen, igen. Ezt tudjuk. Akkor valószínűleg ez volt az ebédlő, én arra tippelek, mert akkor nyilvánvalóan a tálcákat vissza tudták adni ide, és akkor ez volt a mosogató, vagy a hát ilyen tányér elmosó mosogató rész. Szerintem igen. Ez meg maga a konyha. Hát ilyen gépek, meg konyhai felszerelések, hűtőkre ne is nagyon álmodozatok itt. Ez nagyon belekattam valamire. Ezt nagyon régen elvitték már. Közvetlenül itt van mellette ugye az utca, ahol nincsen kegyelem, és nincsen szerelem se. Aha, tojástároló. Ne kell keresni itt ilyen easter eggs-t. Ó, itt mivel is van írva. Tojásfertőtlenítő. Kézi raktár. Akkor lehet, hogy itt van a nagy Laci is. Laci! Nincs itt, akkor nem tudom, hogy ez kiírva. Nek semmi értelme nincs így. Kurva anyját, de még itt van a szart. Csappant egy az. Valamikor. Valamikor itt voltak hajléktalanok, azt tuti. Nyomok egy világítást telefonon, nem mintha annyira számítani, de talán nem is lesz rá szükség. Aha, itt tuti, hogy voltak. Kis könyv a mackókról, hát ez... Jaj. Na, ezért kell a vastagtápú cipő, gyerekek. Meg a bakancs urvex cipő. Ha, itt izé van könyvtár. Ez volt a könyvtár. Amúgy nem. Nyilván ez is valami... Hűha, az igen! Ezt kapjátok ki, gyerekek! Kicsit komoly. Hát tudja, hogy itt éltek hajléktalanok, és... Itt életvitelszerűen éltek hajléktalanok, akik szeretek olvasni. Lidérc nyomás. Szerintem ez valami lopott izé akar lenni. Tolmácsi Elizabeth. Ó, Call of Duty. Tele van DVD-kkel, durva. Az anyjában. Mondjuk azt sem elképzelhetetlennek, hogy ezeket a szemeteket kívülről dobálták be. De ez mondjuk tök jó retrós ez a... Jurassic Park West. Szabad demokraták. Na. Láttam, hogy ki lehet menni a aula fele. Ja, nem. Ja, csináltam egy kört. Aha. Vágom. Értem én. Nem tudom, ezek a kis helyiségek, ilyen irodák lehettek. Gondolom. Ott a motornak a hátsó része. Tök szépen le van még deszkázva. És ugye... Hula-hop karika. És ugye a főbejárat. Ott az utca. Sétálnak az emberek.
Na várjál csak. If you wanna know. Tanítanéni nem adja vissza a kabátomat ez a kábel. Na, szóval... itt is nyilván voltak ilyen osztálytermek, mondjuk... aha, egy kisebb termek voltak. Ja, ott is van egy ilyen... ilyen levegőző, vagy nem tudom, minek mondták ezt annó, hogy ne ugye a nagy udvarra menjenek, hanem csak ide szem előtt legyenek. Szerintem itt vagy fűtőtest volt, vagy... szerintem itt fűtőtest volt. Merre menjek el? Elmegyek arrafele. Itt van ugye fent a második szint, erre is kíváncsi vagyok, hogy milyen lesz. Nem tudom, milyen lesz, komolyan mondom tényleg, de szerintem jó. Lesz a második szint. Emlékszem a tornateremre, valamerre erre fel lehet. Ó, oh, hát ez jó. Sejtettem, hogy valahol itt van, jó. Nézzünk ki akkor a tornaterembe. Itt a hatos, ugye büntető, kosárpalánk nyilván megvolt, beállt az illető, és bedobta a kosárra oda. Ami képeket néztem ilyen 5-6 évvel ezelőtt, azon még jól emlékszem, fenn volt egy kosárpalánk. Lehet, hogy azon a felén, de lehet, hogy ezen a felén, azt nem tudom. Minden esetre így néz ki. Ez volt a tornaterem. És kijöttél a tornateremből. Hát, helységek itt végig-végig, nyilván öltöző. Itt is volt egy bejárat, ugye, amit kívülről is láttam, ha jól tudom, akkor ez az. Egy közvetlenül be is lehet menni a tornaterembe. El lehet menni. Aha, és ugye ezt láttam, hogy le van rácsozva. Ott vannak emberek. Tudomásom szerint sok erre az öreg nyanya, aki imád nézelődni, azt hívni a rendőröket, akik ugye gyerekekre, akik bejönnek itt nézelődni. Szóval jobb a békesség, jobb csendben lenni. Itt az egész fal konkrétan ki van verve. Így néz ki a fal. Nikecel. Jó megdolgozták. Hát itt biztos sok egyes kaptak a diákok. A tornaterem ugye másik fele. Hú, erről csinálok Instára egy képet. Kövessetek be Instán, amúgy. Zsír. Arra nem emlékszem arra. Ja! Az volt az étterem, amerre elmentem. Tehát akkor itt jöttem vissza. Aha. Innen kezdtem. Oké. Okay. Hát akkor menjünk föl. Én azt mondom.
valaha mennyi gyerek futkoshatott itt, amikor kicsengettek. Meg pláne, amikor becsengettek. Hoppá, mappa 2001-ből. Ekkor még működött. Az biztos. Van a dokumentum, én is nézzük csak. Ez micsoda. Elszámolás. 96. És ugye ott van a... Ezek a... Azért vannak itt, így. Hogy minél több természetes fény kapjon az aula, ne kelljen égetni a lámpákat feleslegesen. Az meg ott egy csoki. Valaki itt hagyott egy egész Snickers csokit. Hát beszarsz. Nézd már meg. Hogy valaki ezzel dobálózott. Hát ezt elrakom zsebbre, lehet, hogy még jó. Megnézem, meddig jó. Lassuk csak. Ott van. 19. január 27. Ma február 5-e van. Tehát még belefér. Ezzel az a legnagyobb problémám, hogy ezt a videót nem a Snickers támogatta. Itt is volt nyilván a csempében látszik fürdő. Vagy a fürdő, aztán a fürdő nem volt, WC-k. Itt láthatjátok. Fiú WC, lány WC. Ugye általános iskoláról lévén szó, nem beszélhetünk férfi meg női WC-ről, szerintem. Ez egy osztály volt. Fel lehet menni a tornateremnek a tetejére is. Kinézzünk. Majd a végén kinézek, azt akkor lehet fel is mászok. Nem akarom, hogy észrevegyenek. Azt a végén, el ne felejtsük. Hopp-hopp. És akkor ott is volt egy terem. Van még egy szint, ott is volt egy terem, és... Vagy látom, itt nem lehet átmenni a másik felére se. Itt... Ah, még a tábla, utolsó tábla. Táblát nem is láttam még itt. Eredeti... tábla. A Görgei Artúr általános iskolában. Illegál urbex. Azt mondja. Most ha lenne egy krét, akkor felírnám, hogy itt járt a legendás urbex Gyula, de hát nincs kréta. Csak a földközi tengeren van. Ha látok krétát, szóljatok már. Vagy lehet nem is krétával írták fel, hanem ilyen falmaradékokkal. Aha, lehet. Zsír. Na, folytatva a sztorit. Felmegyünk a második szintre. Hát, hogy fenn lehet átmenni a másik. Ágúsz hangos volt a részben. Korlátok már nincsenek. Szóval ez a lépcsőház nem korlátolt. Emberi faj, the human race. Rasszisták, basszus, kihagyták a sárgákat. Csak feketék meg fehérek vannak. Ez rasszizmus. Nem szép dolog. Nem. A végül is... Gyakorlatilag át lehet menni. A másik felére is. Itt is egy tábla. Valaki nagyon mérges volt. Ott is vannak táblák, tehát utak jó. Ilyenkor mindig elképzelem, hogy milyen volt a
az iskola fénykorában, 2000-es évek elején, amikor rengeteg gyerek itt szaladgál, gyerekzsivaj, az a tipikus iskolai gyerekzsivaj. Most meg síri csend, lakótelepről behaladszik egy kis zaj, madarakat hallok. Igaz, tél van, de még itt vannak, olyan, mintha tavasz lenne. Ott a lakótelep. Szóval szerintem akkor itt át is bujok, és akkor nem kell visszamenni. Ja, jó van, az egy spár, azt hittem, hogy arrafelé is van az iskola. Megijedtem, ilyen rohadt nagy, mit hagytam ki. Ha ez a levegőző, ahol először voltam, ugye tippem szerint ez volt ugye a kajálda. A kajálda, ugye a konyhai rész, konyhai részek. És itt végigjöttem az aulába visszafele. A tesiterem, tornaterem másik részen. És itt át fogok menni, és akkor már csak ez a rész maradt, hogyha jól tudom. Azt akkor elvileg vége is a dolognak. Hogy szétcincálták gyerekek. Brutálisan. Ugye a kommentárban elmondtam, hogy a helyén valószínűleg nem lesz semmi, tehát szimpla park, teljesen le fogják dózerolni az egész területet. Területileg nincs annyira nagy értéke, tehát nem annyira frekventált helyen van, mint egy budai hegyoldalban. Na, menjünk át. Rengeteg szemét. És az iskola másik oldala is rohadt jól néz ki a nap lemente. Mennyi az idő, amúgy gyerekek, ilyen 3 óra lehet? Megkukkolom. 3:30. Aha. 3:30. Jó. Jók vagyunk. Itt is ugye ugyanez az aula. Jaj. Ott egy lépcső a tetőre. Ezt megnézem, de itt nem fog tudni. Vissza kell mennem egy szintet. Majdnem szembe mentem le. Kijelzőt néztem, basszus. Kicsit komoly. Hol vagyok most? De oda, ahogy kell fölmenni, gyerekek. Ha. Ez most így... Ott lehet, hogy van még egy lépcső azon a felén. Hűha. Azért ez jó nagy labirintus. Kívülről nem tűnik akkora nagynak, de... Vagy most jó, hogy 3 darab ilyen... Aha! Ott egy lépcső... Itt egy lépcső, és a végén is van egy lépcső, ami feltehetőleg oda fog vezetni. Nem? Aha! Aha! Ajajaj. Szerintem itt is voltak osztályok, igen. Itt is. WC. Itt is egy osztály. Ugye tornaterem, aha.
Hoppa, egy néni észrevett. Ott cikizik. Azt mondom, hogy ide akarok felmászni a tetőre. Bár nem hiszem, hogy ennél magasabb. Szóval nem hiszem, hogy lenne értelme. Ugye megnézem. Hibás a lépcső, és majdnem kiment a bokám. Au. Jó, szerencsére nem. Éppen, hogy majdnem. Itt a lépcső. Itt is hajléktalanok aludtak. Valamikor. És akkor meg itt is. Nem is olyan régen szerintem. Tök durva. Redvás. Szá. Szász. Hajki. Na, nézzünk fel akkor a tetőre. Naplementére kíváncsi vagyok. Hűha. Az igen. Vas lépcső az még megvan, mert elég nehéz leszedni. Mert különben aki leszedni, az hogy jönne vissza, vagy hol állna. Ezt inkább felhagyták. Ami a legtöbb mozdítható dolgot. Fémet, kábelt, ugye mutattam az előbb. Mindent elvittek már évekkel ezelőtt. Gyártási év, Szeged Termáltechnika Szövetkezet, 96. Akkor nem sokat használták, 10 évet se. Hogyha persze a gyártás után egyből ide hozták és beszerelték ezt a szerkezetet. Basszus, összes ablak szinte majdnem kitörve. Azért itt ment a vandalizmus, ez biztos. Elég szépen. Na. És ugye a teteje. Hát ez nem magasabb, mint a tesítelemnek a felső része, szóval az a csak fölösleges kimásznom. Tök jó. Megy le a nap. Zsír. És csepel. Beton dzsungel. Erre kíváncsi leszek. Na, így néz ki a tető, gyerekek. Tök jó, hogy lemegy a nap. Kicsit ilyen szabadságérzés van bennem ilyen helyeken, amikor ilyen nyugi van, el van hagyatva. Egyedül vagyok, körülnézek, levideózom, lefotózom. Ugye? Mondjuk vigyázni kell már szemből azért. Tuti észrevettek egy páron, de csak nem foglalkoznak velem.
Ugye itt van a tornaterenek a teteje. Oda akartam felmászni, de hát... annyira sok értelme nincsen, mert kilátás szempontjából sem jobb. Szóval ez a legmagasabb pont, illetve hát az. De oda nem láttam. Hát gondolom azt is elvitték a létrát. Nem sokat dobna az a 4 méterem úgy. Ezek a fák hogy nőhettek ekkorára, gyerekek? Brutális. Ennyi lett volna a videó a Görgei Artúr általános iskoláról, vagyis ugye a Csikó suliról, a Csikó sétányi általános iskoláról. Remélem tetszett a videó, kövessetek be Instán. Sziasztok! És ugye, ahogy a videóban ígértem, hát ez ott lehetett egy pár hete, hónapja, talán egy éve is, viszont abban a szempontból jó, hogy a csomagolása teljesen zárt. És teljesen száraz. Kicsit megviselte az idő, megkóstoljuk. Urbex csoki. Na, jobb már? Jobb.